Szia! Képzel, mi történt velem tegnap. Na, mesélj! Hát tegnap voltam egy könyvesboltba, és elmentem a mostóba. De amikor kijöttem, akkor észrevettem, hogy rám zárják a boltot. Én meg persze kiabáltam, hogy engedjenek ki, de senki nem segített. Engedjenek ki! Úristen, és mi történt ezután? Elkezdtem keresgélni a boltban, hát találok valami fényforrást. De akkor meghallottam, hogy valaki jön utánam, és egy elemlámpa fényét is észrevettem. Rájöttem, hogy ez a biztonsági önlámpája. És miért nem szóltál neki, hogy bezártam? Azért, mert utána már elkezdett egyből ordibálni, hogy rabló, rabló, hívom a rendőrséget. Én meg persze nagyon megijedtem, és elkezdtem futni. Úristen, mi történt ezután? Ezután elbújtam az őr elől, és elővettem a telefonomat. Felhívtam Tomit, hogy segítsen. Sütöttem a telefonba, hogy bezártak a boltba, azt hiszik, hogy rabló vagyok, segíts! Ő meg nem hallott semmit, és ezért visszakérdezette. Tessék, nem hallok semmit, beszélj hangosabban. Úgyhogy mondtam neki, hogy fogd be a kis csőrödet, még észrevesz a biztonsági őr. Meg visszakérdezett, hogy micsoda, milyen őr? Mondtam neki, hogy biztonsági őr! Aztán lemerültem. És mit csináltál ezután? Mivel meghallottam a biztonsági őrt, elindultam a pince felé, mert csak arra tudtam menni. Ott lent végre megnyugodtam, mert már nem hallottam a biztonsági őrt. Ezután egy nagy recsegést hallottam. Hátranéztem, és megláttam az óriás zombi brokkolit. Hogy micsodát? A zombi brokkolit, ez nem vicces. Rohantam, menekültem, ott csak a lábam bírta, aztán meg elkapottam. Úristen, és ezután mi történt? Aztán felébredtem.